take right via Bravo, follow the following card. Pálya, amit három oldalról víz vesz körbe, a terminál, ami szinte a belváros szélére épült. Korfu azért az a hely, hogy nem feltétlen prioritása a szép leszállás, a jó leszállás a prioritás. Mennyire dolgoztatja meg a pilótákat az egyik legnépszerűbb görög sziget lagúnában meghúzódó légikikötője? Hogyan tudják kezelni az egyre növekvő forgalmat a talpalatnyi betonfelületen? Mi mindenre kell figyelnie a személyzetnek egy korfui járat teljesítése során? A repülő az megy a hegy felé, aztán már viszonylag alacsony magasságon, hopp, még egy 90 fokos forduló, és már le is szálltunk, már fékezünk is. És milyen volt az az időszak, amikor a Malév 254-esei egy nap akár 8-szor is megfordultak a gyönyörű sziget repülőterén? Milyen volt az üzem a legendás nagyvassal? A 254-esnek volt egy olyan tulajdonság, hogy a 2400 méternél rövidebb pályákat nem annyira kedvelte, meg persze a magas hőmérsékletet sem. Korfu régen és ma. Runway 31 left, clear for takeoff, wind 320, divisor 9 knots. Egy alig több mint 2 kilométer hosszú pálya a tengerben, amelynek egyik végén 180 fokos fordulót kell tenniük a gépeknek, és amit naponta akár 90-100 járat is használhat a fel- és leszállásra. A hely szűkös, a forgalom pedig jelentős. Sokan extrémnek tartják a korfui repülőteret, pedig messze van ettől a kategóriától. Inkább érdekesnek, különlegesnek mondható, legfőképpen a trükkös, ám látványos megközelítési és indulási eljárások, valamint a forgalom szervezés miatt. Egy biztos, a repülésrajongóknak és a spottereknek is nagy kedvenc helye ez, hiszen a 34-es pályavég közelében szép számmal akadnak olyan apartmanok, szállodák, teraszok és strandok, amelyek elsőrangú látvány nyújtanak a megközelítést végző gépekre, akár a partról, akár a vízből. Kevés olyan szálláshely létezik, ami ennyire közel található és épült egy futópályához. Ez a két emeletes jellegzetes rózsaszín házikó. Annak idején, amikor ezt felhúzták, akkor a pálya még egyáltalán nem itt végződött, mint ahol most állunk. Idővel, ahogy megnyújtották 2300 méteresre a betoncsíkot, akkor ért el ide az erkélyek elé, úgyhogy minden repülő fanatikus jellemzően itt szeretne szobát bérelni a szezonban. Nem mondtok-e? Cseh! De jellemzően a pilótáknak is nagy kedvencük Korfu, így van ezzel Szakács Gábor kapitány, aki egy-egy nyári szezonban akár 30-40 charterjáratot is szokott vinni az egyik legnépszerűbb jón-tengeri szigetre. A környezet. Egy ilyen dimbes-dombos hegyek között van, tenger felől megyünk be az egyik oldalról, egyszer csak ott van alattunk a pálya, nem a leghosszabb pálya, egyből meg kell kezdeni a fékezést, viszonylag kicsi a repülőtérnek az előtere is. A túloldalról nagyon érdekes, hogy a pálya végében megy egy út. Onnan még érdekesebb leszállni, mert áthelyezett küszöb van pont az ottani akadályok miatt. Amikor először voltam, na ott a reptér, csak még mindig nincs ott, és tényleg bent van egy ilyen kis védett kis katlanszerű helyen. Maga a környezet is, ugye a 35, akkor még 35-ös pálya volt, akkor azon a fájnál is nagyon szép volt a kilátás, főleg mi ugye 180 fokos panorámát élvezhetünk. Meg maga a sziget, ahogy kinéz. Míg a Korfutól délebbi szigeteken nincs radarirányítás, itt működik ilyen rendszer, amelynek köszönhetően valamivel gördülékenyebb a forgalom, mint a környező repülőtereken. Egyébként a forgalomhoz én azt gondolom, hogy ezen a szigeten fölnőtt az irányítás, tehát mondhatom azt, hogy görögösen profik. A radarral nagyságrendekkel könnyebb, mert vannak azok a szigetek, hogy Zakynthos, Kefalónia, ott nincsen radar, 3-4 repülőteret irányít radar nélkül, eljárás irányítással fejbe egy irányító, ott azért ez jóval komolyabb munka. Tehát gyakorlatilag ott a repülőgépnek a pozíció jelentése alapján történik az elkülönítés, tehát meg kell várni, hogy valaki XY pozícióra odaérjen? Igen, a megfelelő navigációs adótól való távolság, radiál, illetve magasság az, ami adja az elkülönítést.
És ugye ez meg kihatott a környező szigetekre. Tehát, hogyha éppen Zakynthoszról van egy induló, akkor az lehet, hogy lecsapódik Kefalónián egy érkező szempontjából, mert hogy közel vannak egymáshoz. Igen, és sokszor ez úgy történik egyébként, hogy mivel ugye radarja nincsen, de még nincs az ő frekvenciáján, neki esetleg át kell telefonálnia oda, hogy megkérdezze Kefalónián, hogy akkor most van-e felszállód, illetve az elkövetkezendő 5 percben lesz-e, gurul-e ott valaki esetleg, mert hogy lenne oda egy érkeződ, akinek tudnánk rövidíteni az eljárásán, de természetesen csak akkor, ha a pálya éppen nem foglalt. Európa egyik legszebb megközelítéseként tartják számon a Korfuit, főleg amikor a 34-es pályára érkeznek a repülőgépek. Ilyenkor a járatok a sziget nyugati partvonala fölött repülnek délfelé, és Santa Barbara Beach felett kezdődik a végső egyenesre fordulás. Az utolsó szakaszon azonban a gép még nem tud teljesen a pályára tartani, mivel a keleti partvonal mentén 4-500 méter magas hegyek húzódnak. Offsetes megközelítés, tehát az az irány, mivel hogy ott van a hegy, tehát nem tudok egyből pálya irányra fordulni és süllyedni is, mert olyan közel van a hegy hozzám, hogy akkor nem lenne biztosított ugye megfelelő védőtávolság. Tehát egy ilyen párfokos offseten megyek be. Ez egyébként a pilóta fülkéből eleinte furcsán is néz ki, amíg nem szokja meg az ember, hogy arra reptérre akarok leszállni, ez oké, de a pálya az nem előttem van pont, hanem egy szögbe esik. És viszonylag kis magasságon már, amikor közel vagyunk a pályához, akkor van még egy picike forduló, amivel helyesbítjük ezt a párfokot, hogy pályairányon legyen a repülő, és aztán úgy szállunk le. És ezt a korrekciót rendkívül látványos módon közvetlenül a légikikötő előtt hajtják végre a repülőgépek. Mivel a repülőtér olyan terepviszonyok közé épült, hogy nem lehetett precíziós, műszeres leszállítórendszer telepíteni iránysáv és siklópálya adókkal, ezért jellemzően a GPS alapú megközelítést használják a járatok. ILS azért nincsen, mert nem tudták hová telepíteni megfelelően az ILS antennákat, tehát mind a két oldalról beépítve, belakva, a másik oldalon víz, tehát nem lehet úgy telepíteni egy ILS rendszert, hogy az ott megfelelően működjön. Ezért maradt a régi, viszont ami jó, hogy az időjárás az nagyon kevésszer hátráltató tényező, tehát akár csak még a régi War Approach-nál, illetve most újabban a GPS alapú megközelítésnél is, annyira azért alacsony minimumot engednek meg ezek, hogy a korfui helyi időjárási viszonyok, ez azt mondom, hogy szinte mindig lehetővé teszik, hogy ott le tudjunk szállni. Talán nekem egyszer-kétszer volt olyan, hogy ilyen minimumhoz közeli felhőzet volt, de ez is inkább ősszel, illetve tavasszal, tehát nyáron mindig jó idő van. Kézirepülés az hol kezdődik igazából Korfun? Viszonylag sokáig be lehet menni robotpilótával, de én azt szoktam, hogy viszonylag hamar már, tehát akár már ezen az offsetes megközelítésen kikapcsoljuk a robotot, hogy hozzászokjon az ember, hogy most kézzel kell vezetni, és a végén mindenképpen az utolsó fordulót ezt azért kézzel igyekszünk megtenni. Illetve ha a forgalmi helyzet megengedi, bár sajnos már annyira zsúfolt az a repülőtér is, és az érkező induló forgalom, hogy egyre ritkábban van rá lehetőség, de elő szokott fordulni, hogy jobb körön 34-es pályára engednek látás szerinti megközelítést, és akkor az azért ott nagyon látványos, hogy egy ilyen jó kis, rövid, 2-3 mérföldes látás szerinti megközelítés, ugye befordul az ember, szembe ott van a hegy. Ez is egy érdekes dolog, hogy ugye nyilván a pilóta tudja, hogy még én a hegy előtt el fogok ott fordulni. Sokszor ugye az utasok is meglepődnek ilyenkor, hogy oldalra előre kilát az ablakon, és azt látja, hogy a repülő az megy a hegy felé, aztán már viszonylag alacsony magasságon, hopp, még egy 90 fokos forduló, és már le is szálltunk, már végezünk is. Pilótának azt gondolom, hogy sokkal érdekesebb egy Korfut lerepülni, mint egy kevesebb kihívást tartogató 3,5-4 kilométeres pályahosszon megcsinálni egy műszeres bevezetést, leszállást. Nekem legalábbis nagyobb élvezetet ad mindenki. 50, 40, 30, 20, 10. A járatokat napjainkban az esetek túlnyomó részében már Boeing 737-esek, Airbus A320-asok, 21-esek teljesítik. Néhány légitársaság Embraerekkel repül, a görög regionális cég Turboprop ATR-ekkel szokott reprezentálni. Külön érdekesség, hogy épp az ott létünkkor indult az első Korfu-Pécs-Korfu járat, amit a Marathon Airlines teljesít az idei szezonban. Jelenleg napi 1-2, esetenként 3 budapesti járat érkezik Korfura, de a Wizz Air Debrecenből is repüli a görög célállomást.
De ugorjunk vissza egy kicsit az időben. A rendszerváltás után gyakori látványnak számítottak itt a Malév 254-esei. Voltak olyan időszakok, amikor egyszerre 3-4 nagy vas is tartózkodott az akkor még jóval kisebb forgalmi előtéren. Ugrunk Szabadkáról, szabad, akadály nincs a repülőgép elől, földi személyzet eltávolodott, fényszóró, ki és kisfény, parkolófék kiengedve, növeljük a teljesítményt, hogy megmozduljon a repülőgép. Horváth Sándor, Horváth Árpád és Kakas László azokat az évtizedeket idézi meg az Aeroparkban kiállított 254-es fedélzetén, amikor ezek a gépek még rendszeres utasforgalmat teljesítettek. Vezérlés bekapcsolva, 55 fok. Fékellenőrzés jobbról. Jobbról fékellenőrzés, rendben. Vészfék rendben, balról rendben. Korfu a 90-es évek elején futott fel, és lett rendkívül népszerű a magyarok körében. A nyári menetrendben rengeteg chartert rendeltek az utazási irodák a szigetre. 96-ban heti 18 járat volt csak Korfura. Hétfő volt a legerősebb nap, akkor 8 járat volt. Ez azt jelentette, hogy oda-vissza-oda-visszáztatok? Tehát, hogy egy nap kétszer is? Kettő, igen, hogy két Korfut egy személyzet meg tudott csinálni. Nem volt könnyű a nagyvassal Korfura és néhány másik görög szigetre sem üzemelni, pláne amikor hőség uralkodott a térségben, akár a Jón-tengeren, akár az Égei-tengeren. A 254-esnek volt egy olyan tulajdonság, hogy a 2400 méternél rövidebb pályákat nem annyira kedvelte, meg persze a magas hőmérsékletet sem. Ugye ez érvényes Korfura is például, és hát volt ennél még egy húzósabb, az a Samosz, ami még rövidebb pálya, 2030 méteres, az már elég komoly leszállókon tömegkorláttal járt. Ez persze utas létszámkorlátot is jelentett. A 90-es évek közepén a korfui repülőtér város felőli oldalán kétszer is áthelyezték a pályaküszöböt az akadálysíkok miatt. Először csak 100 méterrel, majd több mint 300 méterrel, ami azt jelentette, hogy ebből az irányból jócskán csökkent a rendelkezésre álló pálya hossza leszállásra és a megállásra. Így aztán kreatív megoldásokhoz kellett nyúlni, hogy a vállalat továbbra is tudjon 254-esekkel járni a szezonban. Mi csak úgy hívtuk, hogy az ott tüzép, mert mindig nagyon sok téglarakás volt azon a helyen. És ugye 411 méterrel került bejebb a küszöb, az azt jelenti, hogy leszállásra 1964 méteres pálya hossz volt, erre kellett kitalálni valamit. 96-ban az első pár hónapot ezzel el is töltöttük, még kikerekedett belőle, az megyünk mi Korfura továbbra is voltunk. Moszkvába beszéltünk a tervezőirodával, ők felajánlottak méréseket meleg helyen. Dubai került szóba, hogy ott aztán meg lehetne mérni. Mondjuk az volt a furcsa, hogy ők ilyen idős repülőre ilyen paramétereket miért nem tudtak már a tervezőiroda korábban előállítani. Aztán ezt elvetettük. Akkor az ICAO-nak volt egy hatos számú annexe, amiben a leszálló tömegkorlátozásokat ecsetelgette, és ebben viszont, hogyha úgy számoltuk, hogyha kitérőre mennénk, akkor lényegesen kedvezőbb leszálló adatokat lehetne alkalmazni, és erre kértünk hatósági engedélyt, hogy így számolhassunk, a magyar hatóság meg is adta, és akkor így a Korfu az ment teljesen teltházzal. A leszálló tömegkorlát az 76 tonna lett Korfura, de az azt jelenti, hogy teljes utas létszámot lehetett vinni. Voltak olyanok, amik nagyobb korlátozással, ilyen volt a Samosz, de 110 utas lehetett vinni, és a kérésünk még az volt, hogy mindig a Samoszra a legkönnyebb repülőgépet állítsák, ez az első november volt. Ugye az csak 98 tonna max felszálló tömegű volt, de üresen is könnyebb volt, mint a nagyobb felszálló tömegű gépek. Korfui előtér ma sem nagy, de akkoriban még kisebb kapacitásokkal rendelkezett. Lényegesen kisebb volt az előtér is, és az épületen is látszott, hogy egyre többször megfordultunk egyre több szezonban,
hogy ezért azt a pénzt, amit ugye az utasoktól veszettek adóként, azt tényleg arra fordították, hogy bővítsék is magát az épületet is, meg az előtere. Tehát az előtéren 4-5 repülő fért el annak idején, mikor mi elkezdtünk oda járni, meg egy-két kisebb gép háttér, ugye észak felé, az EPROM vége felé, illetve a pályától nyugatra volt egy másik kisebb EPROM, ott dromedárokat láttunk. Még mind a mai napigben vannak. Ott van, ők állomásoztak ott. Tehát lényegesen bővült. Mindjárt korán reggel 1-2-3 gép megcsúszik. Nem akkora érkezik oda, foglalja az előteret, résidő miatt nem tud időben elindulni. Akkor azért volt már rá példa, hogy holdingoltunk Korfun leszállás előtt, mert nem volt szabad állóhely, és egyszerűen nem tudtak volna minket hová tenni, beilleszteni. A nyári csúcshónapok egyet jelentenek a dömpinggel Korfun. A reptér 11 keskeny törzsű repülőgépet tud fogadni egy időben, ami ilyenkor már komoly kihívást jelent a forgalomszervezés, ha egyszerre 3-4 járatnak is indulása van, és a sziget másik végében jár egy újabb érkező. A 2300 méter hosszú pálya mellett nincs párhuzamos guruló út, csak a forgalmi előtér vonalában, az állóhelyek mögött, amely szintén korlátozza a lehetőségeket és növeli a pálya használtsági időt. Pályára gurulás előtt mindig megkérdezik, hogy azért készek leszünk-e a felszállásra, mire a backtrackkel végzünk. Ne legyen az, hogy még megtörtént a felgurulás, visszafordultunk, és ott még percekig várunk, mert a repülőgép nincs kész, na az azért nagy problémát tud okozni. A repülőtérnek a hegy felőli végét azt bele is töltötték tulajdonképpen a tengerbe, tehát ez régen egy rövidebb pályával rendelkezett, de mivel megkívánta a nagyobb gépeket is tudjanak fogadni, ezért a tengert feltöltötték, és arra építették a pályának az egyik részét. Az apartman szomszédságában húzódik az a gátszerű híd, ami összeköti az öbölnek a két oldalát, és ez az egyik legkedveltebb hely azok számára, akik a le- és felszálló repülőgépeket szeretnék nézni. Nem lehet olyan közelről, mint Skiathoson, hiszen Skiathoson az az ominózus parkoló közvetlenül az út túloldalán van, a reptér kerítésétől pár méterre, ahol azok a jellegzetes fényképek készülnek, de itt is nagyon nagy élménye, hogy az érkező repülőgépek nagyjából olyan 25 méteres magasságon húznak el. Magáról, erről a hídról, erről a mólóról pedig annyit érdemes tudni, hogy ez alatt fut az a vízvezeték, amely a túloldalról táplálja Korfu városát vízzel. Nem csak a 34-es pálya vég nyújt izgalmas látványt, hanem a másik küszöb is. A város felüli oldalon egy viszonylag egyszerű kerítés választja el a betoncsíkot a Korfuból kivezető rendkívül forgalmas úttól. Így aztán itt is, akár csak Skiathoson, a toronyból vezérlik a forgalmi lámpákat. Az autók pirosat kapnak, amikor egy repülőgép megkezdi a felszállást bármelyik pálya végen. Az máslapra tartozik, hogy az autósok egy jelentős része csak tájékoztató jellegűnek tekinti a jelzést, és még vígan áthaladnak a veszélyzónán, amikor már nem lehetne. Így aztán rendszeresen jelen van a rendőrség ebben a kereszteződésben, hogy hatóságilag állítsa meg az autósokat. De miért pont a hegyekkel körbevett lagúnába épült meg annak idején Korfu repülőtere? A légi kikötőt eredetileg katonai célokra hozták létre a II. Világháború alatt. 1937-ben még csak egy 600 méteres pálya állt rendelkezésre az itt állomásozó, jellemzően német és olasz szállító, valamint vadászgépeknek. A 40-es évek végére mindössze 200 méterrel sikerült megtoldani a betoncsíkot. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy 1949-től meginduljon a menetrendszerű forgalom. Elsőként a TAE, a görög nemzeti légitársaság indított járatot Athénból, majd nem sokkal később a Hellász is felvette a célállomásai közé a szigetet. Az 50-es évek második felében jelentős terepmunkákat végeztek, hogy feltöltsék a lagúna egy részét, és így a pálya elérte a mai 2300 méteres hosszát. Az eredeti tervek nagyobb futópályáról szóltak, azonban ehhez át kellett volna helyezni a vízvezetéket a bevezető fénysorban. Akkoriban úgy határoztak, marad akkora a pálya, amekkora lett, a város szempontjából stratégiai fontosságú létesítményhez pedig nem nyúlnak, és ez azóta is így van.
A növekvő forgalom indokolttá tette egy utasforgalmi épület felhúzását, így 1962-re elkészült egy a mai szemmel nézve rendkívül romantikusnak tűnő mini terminál, amely nem sokáig bírt a kapacitással, főleg amikor már nemzetközi járatok is érkeztek a szigetre. Így aztán az évtized végén megkezdődött a ma is használatos terminál építése, amit 1972-ben avattak fel. Ugyanebben az évben egyébként egy túlfutásos baleset is történt a repülőtéren. A British Caledonian Londonba tartó BAC-111-je készült felszálláshoz. Gyorsítás közben az elhatározási sebességhez közeledve az egyik hajtómű meghibásodott. A személyzet későn szakította meg a felszállást, így az utasszállítónak esélye sem volt, hogy megálljon a pálya végéig. Ezek a felvételek a 70-es évek második felében készültek, amikor még meglehetősen másképpen kezelték a biztonsági szabályokat. A légitársaságok gyalogos ki- és beszállítást alkalmaztak, az utasok pedig lazán sétáltak a guruló repülőgépek előtt és mögött. 2017 óta más görög repülőterekkel egyetemben a Fraport Greece üzemelteti Korfut. A cég az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre, bővítette és modernizálta a terminált, megnövelte a check-in pultok, valamint az utasbiztonsági folyosók számát. Felújította a tűzoltóbázist, a forgalmi előtér egy jelentős részét, 2023 végén és 24 elején pedig újra betonozta a teljes futópályát, jelentősen növelve ezzel a biztonságot. Beszélgettünk ott reptéri alkalmazottakkal, és ők mondták, hogy hát felmerült, hogy esetleg még inkább kibővítenék a repülőteret, és nagyon érdekes, hogy ez a korfui közösségnek az ellenállásán bukott meg ez a dolog, ugyanis a nyári szezonban Korfu gyakorlatilag meg van telve. Tehát egyszerűen azt mondták, hogy szállodát építeni már nem nagyon tudnak hová, fejleszteni szálláshelyet, infrastruktúrát már nem igazán tudnak, hogyha még megnagyobbítják azt a repteret valami módon, elhordják a félhegyet, mert ugye van az a pénz, hogy esetleg nagyobb gépeket is tudjon fogadni, legyen mondjuk egy 3 kilométeres pálya, akkor már olyan mennyiségű utas érkezne oda, amit nem csak hogy a reptér nem tudna földolgozni, de azt a sziget nem bírná el. És ezért megakadt ezen a szinten, azt mondják, hogy oké, amelyik gép erre a pályára oda tud menni, azokat szeretettel fogadják, nagyobbakat köszönik szépen egyelőre. Ha valaki órákon átfigyeli a forgalmat, szembe tűnik, hogy a pálya irányt meglehetősen rugalmasan váltogatják az irányítók, akár két-három egymást követő járat esetében is. Erre az is lehetőséget biztosít, hogy a repülőtér a szél által viszonylag védett helyre a lagúna közepére épült meg. Leszálláshoz jobban szeretik azért a 34-es, tehát még akárha a pályán is egy picike hátszél fúj, ez ugye nagyon nem mindegy, mert rövid a pálya egyébként, akkor is inkább a 34-est használják. Felszálláshoz tényleg rugalmasan kezelik, mert hogy sokszor van olyan, hogy messzire megy a repülő, tele van, meleg van, és bizony-bizony a 34-es irányból a szembe lévő hegy miatt nem adja ki a felszállást, ilyenkor ugye a 16-ost azt megkérik, megadják, és ott a tengeröböl felé, felszállás után egy pici bal elhajlással, ott viszont szabadon lehet emelkedni. Ezzel mindig maximális, tehát abszolút felszálló teljesítménnyel jöttetek el onnan? Nem volt igen, más igen. Alternatíva? Én mindig azt szoktam használni, mert jobb az előbb levegőbe lenni, ugye, és általában a 17-es pályáról szoktunk felszállni. Az is szép volt, ugye felszálltunk, arra kellett kifordulni utána jobbra, és akkor jöttünk Albánián keresztül hazafelé. Na most milyen erre a pályára megérkezni? Ugye 2400 méter környéke, nagyobb része az ott van ebben a tengeröbölben, nagyon látványos, eleve a backtracket is nézni nagyon látványos, de az milyen érzés, amikor jobbról is víz, balról is víz, elején is víz. Jól mondtad ezt a megérkezés szót, mert hogy is mondjam, Korfu azért az a hely, hogy nem feltétlen prioritása a szép leszállás, a jó leszállás a prioritás. Ez azt jelenti, hogy adott esetben nem nagyon finomkodunk azzal, hogy most ez gyönyörű leszállás legyen, hanem igyekszünk minél hamarabb oda tenni a kereket, és minél hamarabb megkezdeni a fékezését a repülőgépnek, hogy nyilván még mielőtt a pálya vége elfogyna, azelőtt biztonsággal le tudjunk lassulni, és egy viszonylag kis sebességgel el tudjuk hagyni a pályát.
Görög-szigetek közül neked Korfu hol foglal helyet a szívedbe? Kedvenc, hát én nagyon szeretem ezeket a görög-szigeteket, igazából bármelyiket azt mondom. Nyilván Korfu egy kicsit rövidebb a pálya, tehát mondjuk mindegyikben van valami, Heraklionban is van valami kihívás, Rodoszon is, Kefalónián, Zakintoszon, de Korfu az egyik top. Nekünk is hetente több járatunk van Korfura, tehát tényleg ahogy sikerül. Hát volt olyan, hogy szerintem 40-50 alkalommal biztos, hogy voltam egy szezonban. Ha nyár, akkor sokan a Görög-szigeteket választják úti célként a pihenésre. A magyarok körében Kréta az egyik legnépszerűbb, második helyen Korfu, a harmadikon Zakintosz foglal helyet, a negyedik Rodosz, az ötödik pedig Santorini. A nem túl nagy méretű korfui terminál tavaly 4 milliónál is több utast fogadott, ami rekordnak számított. Az elmúlt évben egyébként több mint 32 millió turista látogatta meg Görögországot. Nem szeretnél lemaradni a további repülős tartalmakról és repülős videókról, akkor csatlakozz a követőink táborához. Ha pedig támogatnád az Aeroparkban kiállított történelmi repülőgépek újjászületését, megújulását, kérjük, keresd fel a videó alatti leírásban található támogatói felületeket. Runway 3-1 left, clear for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots.